Közben gondoltam, hogy azt az óriás rákot megmutatom ott a falon. Egyébként mozog, nem tudom, hogy mennyire látszik, mert nem látok. Na, a lényeg az, hát plakát, politika, nem nagyon érdekel senkit itt amúgy. Na itt van például egy ingatlan közvetítő, és akkor itt van, hogy milyen szobákat lehet kivenni, tessék, 55 ezer ilyen bekerül. Mondjuk ez 17,31 négyzetméter az egész lakás, tehát így brutál kicsi. 20,68 négyzetméter, ez egy lakás, tehát ez nem a szoba mérete, ez a lakás mérete. De mondjuk itt van egy, tessék, hát mondjuk ez nem olcsó, 41 négyzetméteres lakás, 100 ezer ilyen havonta. Viszont ez azért Yokohamának egy elég jó részén van, ahogy elnézem, mert ez a déli kerület. De mondom, lehet találni amúgy sokkal, tehát értelmes áron is. Thai masszázs. Na, itt kezdődik Isezaki-chó, ami nekem egy szívemcsücske, mert ilyen bazárok, kajádák, tehát az ember akar egy jót susizni, vagy valami, akkor ide lehet jönni, vagy rámelezni, ami ilyen tésztás leves. Na, innentől kezdve nem leszek bunkó, úgyhogy leszállok a bicikliről szerintem. Jó. Hát itt sok ember mászkál egyébként, úgyhogy itt nagyon fognak nézni, hogy mit magyarázok a telefonba, de hát annyi bolond van a világon egyébként, hogy igazából nem is érdekel. Csak ne lennék ilyen feltűnő, érted, ilyen 185 centis külföldi emberke is ráadásul, és még magyaráz is magába, meg egy British Airways-es biciklin, tehát köszönjük szépen, meg volt a reklám a cégnek. Na, és ezt is szeretem, hogy a japán bicikliken eleve bele van építve a zár, ami természetesen Európában nem működne, mert egy ilyet körülbelül 10 másodperc alatt lehet eltörni puszta kézzel, de Japánban ez működik, mert Japánban nem nagyon jellemző a lopás, vagy hogy mondjam úgy, hogy egyáltalán nem. Na, szóval itt vagyunk, és akkor az van, hogy Dr. Storecsi, tessék. Doktor nyújtózás. No. A lényeg az, igen, itt is ilyen tájmasszázs, ez így nagyon megy. Egyébként lehetnék tájmasszőr is Japánban, ebbe belegondoltam. És itt van, tessék, tehát, hogy itt is ebbe a kajádába is minden 500 ilyen. Tehát, hogy és ilyen kaják, jó, itt 680. És egy sör, egy csapos sör, egy korsó, 200 ilyen. 200 ilyen az 1 font 20 penny. Tehát köszönjük szépen. Tehát ennyit arról, hogy Japán mennyire drága hely. Na. Szóval így Isezaki csózunk most éppen. Egy Lexus, azért ezt így elbírnám képzelni a seggem alatt.